enyhezve, gyantázva, ragasztó anyaggal ellátott, kapjuk ezeket a lapokat. Szijjártó Péter miniszter tett látogatást pénteken délután a svájci Swiss Krono Kft. Vásáros Naményi gyárában. Az üzemben faipari termékeket gyártanak. Tilki Attila, a térség országgyűlési képviselője azt mondta, nem csak a gyárban dolgozóknak, de a belegieknek is fontos a svájci cég jelenléte és fejlesztése. Éppen egy fél órával ezelőtt egy kisebb faluban voltam, Ilken, és megkérdeztem a polgármester urat, hogy mit szól ahhoz, hogy gyarapodik a Swiss Krono, és ő mondta, hogy nem csak úgy kell nézni, hogy hányan dolgoznak itt, hanem közvetve hány munkalehetőséget teremt, hiszen szükség van kamionsofőrökre, szükség van takarítószemélyzetre, szükség van olyan emberekre, akit az egyéb a cégen kívüli munkát is végzik, és ez is egy kis település számára, ez is a beregi térség számára, a bereg szíve számára elengedhetetlen. A Swiss Krono Kft. Jelentősen bővíti termelői kapacitását. 2,3 milliárd forintot fordít a beruházásra. Szijjártó Péter miniszter azt mondta, a magyar kormány 350 millió forinttal támogatja a terveket. A világ egyik vezető faipari vállalatáról beszélünk, amely most már hosszú múltra visszatekintő tapasztalatokkal rendelkezik itt Magyarországon, és itt most az OSB lap gyártási kapacitásának jelentős növeléséről tudunk önöknek számot adni. Ez a beruházás 2,3 milliárd forintos értéket képvisel, amelyhez a kormány 350 millió forintos visszanemtérítendő támogatást biztosít, és ezáltal 150 munkahely válik betonbiztossá közvetlenül. A közvetett munkahelyekről pedig az ilki polgármesterrel egyetértve még csak nem is beszéltünk. Ráadásul itt az új gépsorok beszerzése nyomán az eddigi 300 köbméteres napi kapacitás 700 köbméterre nő, tehát több mint megduplázódik a vállalat teljesítménye, és tekintve azt, hogy az exportarány szépen alakul, ezért a magyar faipari export növekedésével is számolhatunk a beruházást követően. A tárcavezető arról is beszélt, hogy az április 3-i országgyűlési választás eredménye jele annak, hogy a magyarok egyet értenek a kormány gazdaságpolitikájával, amely nem a megszorításokra, hanem a fejlesztésekre és a munkahelyteremtésre épít. Ez a gazdaságpolitika miről szólt? Hát egészen biztosan nem szólt a megszorításokról, sőt azok elutasításáról szólt, és sokkal inkább szólt a beruházások támogatásáról, szólt a munkahelyteremtésről, hiszen mi itt Magyarországon egy munkaalapú társadalmat hoztunk létre, és szólt a munkát terhelő adók folyamatos csökkentéséről. És ha visszatekintünk az elmúlt 12 esztendőre, és az ezen 12 év alatt folytatott gazdaságpolitikánkra, akkor látjuk, hogy ez a gazdaságpolitika arról is szólt, hogy minden egyes válságból az ország erősebben jött ki, mint ahogyan belement. És azt tudom önöknek mondani, hogy ezen választási eredmény nyomán ezt a gazdaságpolitikai stratégiánkat folytatjuk a jövőben is. A jövőben is elutasítjuk a megszorításokra vonatkozó felszólításokat, és jövőre is a jövőben is a családok támogatása és a munkahely teremtés lesz a legfontosabb célkitűzésünk. A svájci vállalatok alkotják a 10. legnagyobb beruházói közösséget Magyarországon. Több mint 900 cég, nagyjából 30 000 ember foglalkoztat hazánkban.